Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon. Ez az illumináti üzenetek, és ezúttal egy amerikai előadóról szeretnék egy rövid videót készíteni, mert végtelen időt el lehetne tölteni, hogy most így jobban belementem Dozsaket munkásságát idézőjelbe elemezgetvén. De szeretnék csak kiemelni néhány dolgot, mert úgy gondolom, hogy ez érvényes, szélesebb körben, szinte minden nagyobb popstárra de úgy a sztárokra általánosságában véve, ami, ami rá jellemző. Én nem nagyon ismerem az ő zenét, egyet-kettőt hallottam, mint ahogy szerintem mindenki, de aztán többnyire a szöveg az, ami érdekes, úgy gondolom, illetve a képanyag, ami ezeket kíséri, mielőtt nekivágnánk a videónak. Megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok, Infobaba, illetve Yahoo útja néven, a TikTokon, Instagramon, Youtube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. A zene, ami ihlette ezt a videót, amit most készítek, a Paint This Town Red című idézőjelbe vett mű, ami egyszerűen csak annyit jelent, hogy fessük ezt a várost vörösre, amit látunk a szórakoztatóiparban, ugyanis most már leplezetlenül és gátlástalanul mindenhonnan egyfajta gonosz imádat az, ami sugárzik az összes zenéből, a filmekből is, hogyha az embernek megvan ehhez a szeme. De ebben az esetben a Paint This Town Red című szám esetében nincs is szükség arra, hogy valakinek különösebb képzettsége legyen okult szimbólumokat illetően, úgy mindenki ismeri ezeket az univerzális jeleket és szimbólumokat, amelyeket használnak ebben a műben. Felhívnám mindenkinek a figyelmét arra, hogy a közösségi média oldalakon élvezett relatív szabadság eltűnőben van. Ez az oka annak részben, hogy átköltöztünk weboldalunkra. Megkérek mindenkit arra, hogy látogasson el oda és támogassa munkánkat, mert az azt jelenti, hogy több tartalmat tudunk készíteni szélesebb körben, jobb minőségben. Szóval mindenki profitál ebből, nem csak mi. Ráadásul valamelyest függetleníteni tudjuk magunkat attól a cenzúrától, ami a közösségi média oldalakon megfigyelhető. Köszönöm. A hatalma az ember felett növekszik minden alkalommal, amikor mi önszántunkból lehetőséget adunk neki arra, hogy manipuláljon minket. És ez nem csak a zeneszámok nézésével, csúnyán fogalmazva, de a hallgatásával is megtörténik, ugyanis a szöveg annak ellenére, hogy az ember nem érti, még egy jelentéssel bír, és ez is egy üzenet, amit attól függetlenül, hogy mi nem értjük, a lelkünk az, ami az ember még érti. És ahogyan a törvényben, a világban nem mentség az, ha valaki nem tud a törvényről, ugyanúgy a spirituálisban sem. Mindenki csak a teremtő kegyelmének köszönheti azt, hogy még lehetősége van annak, akinek lehetősége van változtatni. Ha ő nem lenne, akkor már mindannyiunkat régen eltérített volna az ellenség kihasználván a mi primitív vágyainkat. Megmutatok néhány részletet ebből a videóból, de akit érdekel teljességében ez az Illumináti üzenetek Georgia Cat rész, annak el kell látogatni a weboldalunkra, és nem tudom megmutatni, hiszen jog fogva ez lehetetlen. Said, I'd rather be famous instead. Egyrészt a nő viselkedése az vulgáris. Régen az ilyeneket a társadalom kivetette magából. Férfiakat is, de nőket mindenképp, akik úgy viselkedtek, mint egy prostituált, vagy nem is tudom mi a jó kifejezés erre, ami még nyomdafestéket tűr. De ha egy, egy nő úgy viselkedik, mint egy férfi, az visszataszító. Be a csapdába bele fog esni rengeteg ma fiatal lány, hallgatván ezeket a dalokat. Ugyanis azt gondolja, hogy a férfiaknak az bejön, hogy így viselkedik egy nő, csak azért, mert neki bejön az, hogyha egy férfi így viselkedik. De ez egy óriási hibája a nőknek, hogy azt gondolják, hogy a férfiaknak ugyanazt tetszik, mint ami nekik. Visszataszító mindaz, amit egy férfi képvisel, hogyha egy nő viselkedik úgy. Érdekes ez is, ami most történik, hogy a nő leveti a férfi kezét az ő válláról, jelezvén, hogy ez az ő döntés, hogy nem érdekli, hogy mi az, amit a férfi akar, és aztán el fogja vágni majd ezt a köldögzsinort és mindvégig úgy beszél a nőkről, ahogyan akarják, hogy más ne beszéljen róluk. Hogy lehet, milyen fonál gondolkodás az, hogy azt akarja valaki, hogy megbecsüljék, és közben úgy viselkedik, amit senki nem tud megbecsülni, mert nincs mit megbecsülni azon. Ő maga is egy ilyen démon lesz. Ez a fekete szem, ez általában a filmekben is azt reprezentálja, hogy az ember démoni megszállásnak az áldozata, vagy az alá kerül. Egy fiatal rajongó így fogalmaz, régebben nagyon szerettem a zenéjét 2020-ban, amikor igazán népszerű volt. Volt benne egy pop hangulat és egy kis rap, élvezetes volt, mert nem voltak benne őrült témák. Újabb zenéi azonban démoniak, és az is aggasztó, ahogyan ezeket bemutatja. Egyes rajongók úgy vélik, hogy Doja nyilvános személyisége, amely felkarolja a sátánizmust és az ördög imádását, ez pusztán egy szerep személyes hitelességének záloga a figyelem felkeltésének edényévé változott. Végül még ezt meg kell mutatnom, mert ez egy másik zeneszáma, aminek a címe Démonok, vagy Demons. Hogy miről szól pontosan, azt nem tudom, részleteket meg fogok ebből nézni, és akkor azt itt gyorsan bemutatom. De ez egy kép ebből a Klipből, ami elég egyértelmű, ahol szintén démoni megszállás alá kerül, és ugye láthatjuk, hogy ebben a fekete vízben az a démoni kéz megragadja, ahogyan a démon átveszi az uralmat fölötte. Figyeljen oda mindenki, férfi, vagy nő, fiú, vagy lány. Ugyanis a spirituális világ az egy valós dolog. Az, amit látunk, hallunk, vagy a környezetünkből bármi más módon észelünk, érzékelünk, és beengedünk az elménkbe, az hatással van ránk. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahuaútja.hu weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm!